gyűltünk ma itt össze, hogy ne szétszóltan mászkáljunk, mint a birkák a hegyoldalban. És persze még azért is, hogy kis Elzádi és Parkis még Árandót összeadjuk. Seherezádi, férjedül fogadod-e Árandót, aki minden nap a kocsmában van, és ha hazajön, a buli-buli énekli, ezért te már kívülről fújod. Szóval fogadod-e? Van pizet? Van. Akkor igen. Árandó, feleségül fogadod-e Seherezádit, akinek alig van két foga, de mindig bájos mosolyt sal az arcodra. Szóval fogadod? Igen, akarom ezt a gyönyörű nőt. Van-e bárkinek bármilyen ellenvetése, szóljon most, vagy hallgasson örökre. De! Hát nem szígyeled el magad! Tegnap még nekem mondtad, hogy szeretsz! Ez milyen világ már? Ezennel házastársaknak nyilvánítalak benneteket, lányos ujjára a gyűrűt. Ezek a cicik többet érnek, mint te magad.
csináltál, de ma fogad már le. Hallgassuk meg, mit szólnak ez Árándó fülei és a Seherezádi anyja. Ha fiam, mennél szebb nőt nem is választhattál volna, ha nézd már, az egyik szembe Debrecenbe, a másik szembe Nyíregyházára nézd. Nem beszélj, mert a Matis Robinsonra beszél. Hát is fiam, de szígyetlen, egyik szebb, mint a másik. Az egyiknek ne rohad a fog a másik, meg többször van, mint a baj. És ezzel csodálkozom a mai világ. És gyerekek, ti kinél szeretnétek maradni? Hát én inkább az anyámmal akarok maradni, nem bírom apám képét, mert hát a gyermektartásért sok részt kaptam. Én inkább apámmal is, Sosi, csoszom, szóval azt csináltam, amikor. Ezért nem tudod neki vagyok. Hát jó is. Na, amikor kifújtál, mit tudtad? És Mária, te mit gondolsz? Mit beszélek, hogy az én édesanyja. Hangosabban. De meg ott vigyázz a kopát, mert vigyázz a kopát. Már te azt szólt, hogy jó! Seherezádi, mennyi gyerektartást kérsz? 1 millió fönt kérsz. Én 5 millió fönt. Nincs annyi pénzed, amit megkaptam munkából, azt az adom. Az én nagyon kevés, dolgozzál még a hajdúságiban kicsit. Jó? Akkor tehát Rosalinda az apjával, Romeo az anyjával, Árándó, te kifizeted a gyerektartást. És köszönöm, hogy velünk tartottak a mai műsorunkban, találkozunk a következőben.